Advent örömével köszöntök mindenkit, iskolán közösségét, és nagyon nagy szeretettel köszöntök iskolán közösségén kívül álló embereket is, olyanok, akik nagy szeretettel szoktak eljönni közénk, és itt emelik ennek az adventi ünnepségnek a fényét. Iskolánkban a diák önkormányzat szervezésén belül minden advent reggelén meggyújtjuk a gyertyát. A mai évben egy kicsit később kezdjük, de annál nagyobb szeretettel, hiszen tapasztalhattátok már, hogy a kívülálló körülöttünk lévő világban már meggyújtották az első adventi gyertyát. Az adventi időszak az egy eljövetelt jelent maga a szó, és egy örömteli várakozást. Egy olyan várakozást jelent, amiben várjuk 4 héten keresztül Jézus megszületését. Maga a várakozás szó természetesen mindenkinek mást jelent. Mindenki a maga kis életében mást vár, és más hevülettel, más érzülettel. De az adventi várakozás mégis mindenki számára egy varázslatot jelent, egy rejtelmes, egy misztikus dolog. Elkezdjük díszíteni a körülöttünk lévő tereket. Mi itt az iskolában is nagyon sok gyerek szorgalmas kezével feldíszítettük az aulát, feltesszük az adventi kereket, ami maga a kör egy olyan szimbolikus tartalmat jelent, ami az állandó körforgást, az állandó örök életet szimbolizálja számunkra. A rajta lévő gyertya pedig a 4 vasárnapot és a 4 hetet, amely közel visz ahhoz a nagy boldogsághoz, a karácsony ünnepéhez. Maga a 4 gyertya szimbóluma pedig azt jelenti, hogy ebben a 4 hétben körülvehet minket a hit, a remény, a szeretet és az öröm. És nagyon fontos, hogy örömmel tegyük ezt. Mindenki számára ez a 4 hét örömet jelentsen. És feltesszük a adventi koszorút a kapukra, az ajtókra, ahol szeretettel és teljes szívvel, tiszta szívvel. Ha kitesszük a ajtónkra a kört jelképező adventi koszorút gyertya nélkül, akkor a szívélyes fogadtatást várják és adják tőlünk, akik bekopogtatnak az ajtónkon. A adventi reggeleken mi az első gyertyánkat egy kicsit most később gyújtjuk meg, hiszen a 4 gyertya meggyújtása a 4. nekünk az utolsó napra, december 21-ére fog esni, és így telik nekünk a 4 gyertyának a meggyújtása. Minden reggel, péntekenként most már együtt leszünk így, és szeretettel fogadunk egy-egy egyházi közösségnek a képviselőjét. Így történik a ma reggel is, hiszen évek óta Tuska Tibor lelkész urat fogadhatjuk, és ő mond nekünk megint olyan szép, fontos lelki útravalókat, amiből építkezhetünk, és újból várhatjuk a következő évben az adventet és a örömteli éveket. Fogadjátok szeretettel, tanítványaival együtt. Szervuszok, jó reggelt kívánok mindenkinek, erős váramesterünk. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma reggel egy rövid zsoltárt fogok olvasni, azt folytatva, amit a tanárnéni mondott a várakozásról, és ezt a néhány gondolatot pedig hagy előzze meg egy ének, egy olyan ének, amit talán többen ismertek, sokan ismertek, ami éppen erről a csendről szól, amit most nagyon jó itt megtapasztalni közöttetek. Van, amikor kicsit hangosabbak vagytok, van, amikor kicsit még halkabbak. Nagyon jó ezt megtapasztalni, hogy vannak az életünknek olyan időszakaszai, vagy időszakai, amikor hangosak vagyunk, amikor örülünk, amikor vidámak vagyunk, amikor akár így is mondhatom, hogy köztetek, hogy bulizunk. Ez most egy olyan időszak és egy olyan kis 5-10 perc, amikor szeretném, hogyha ebben a csendben lennénk, hiszen a várakozás, hogyha valaki igazán szívvel, örömmel várakozik, és nem is akármire, majd meglátjuk, meghalljuk az áhítatban, akkor azt talán így szép és így méltó. A 6. osztálynak egy része konfirmációra jár, ők állnak itt most mögöttem, készülnek izgatottan egy éneklésre, de sokan ismeritek azt az éneket, amit fogunk énekelni, és ez az ének már rá vezet bennünket, ráhangol a néhány gondolatra, Zsoltár a szavára, szívem csendben az Úrra figyel kezdetű ének, nyugodtan énekeljetek velünk együtt.
Rövid Zsoltár verset szeretnék nektek felolvasni. A 40. Zsoltár második verse így hangzik. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Tanárnő a várakozásról beszélt. Azt mondta, hogy különbözőféle várakozások vannak, és sok mindent várunk. Én hozzáteszem még azt is, hogy egész életünkben várakozunk. Nem csak a pici gyerekkort jellemzi a várakozás, nem csak az ovisok várakoznak, és türelmetlenül kérdezik, hogy még hányat alszunk karácsonyig, mikor jön már meg Jézuska, mikor kapjuk az ajándékot, hanem bizony várakozunk mindannyian. Várakoztok ti is szerintem, hiszen úgy tudom, hogy egy nagyon komoly, nagy buli előtt álltok, vagy ünnep előtt álltok, és tudom, hogy sokan izgatottak már, és várják a ma estét, hogy mi lesz majd a Mikulás partim. Biztos vagyok benne, hogy jól fog sikerülni, és biztos vagyok benne, hogy sokan várjátok ezt is. Gyerekkoromban volt egy kedvenc olvasmányom, és talán felnőttként még jobban értékeltem, és még jobban megértettem. Janikowski Évának van egy gyönyörű könyve, Ha én felnőtt leszek, vagy ha én felnőtt lennék, valami ilyesmi a címe, egész pontosan nem is tudom. Ez a könyv csupa-csupa olyan dolgot ír le, hogy a kisgyermek azon gondolkodik, hogy milyen jó lesz majd, ha ő felnőtt lesz. És talán sokszor így várjuk mi is a felnőtt kort, gyermekek. Azt mondja a kisgyermek, hogy milyen jó lesz majd, ha felnőtt leszek, mert amikor kimelegettem, futottam, akkor annyi hideg vizet iszok majd, amennyit akarok. Senki nem fog rám szólni. Olyan halkan fogok köszönni az utcán, amilyen halkan csak szeretnék. Mert ugye tudjátok, hogy szülők mindig szólnak, hogy hangosabban köszönjünk, hogy meghallja mindenki még az út túloldalán is. Azt mondja a kisgyerek, hogy ha majd hazafele megyek a munkából vagy a boltból, és hogyha esküdési a legnagyobb pocsolyába fog belelépni, és akkor át fog bele placsantani, amekkora nekem tetszik, és senki nem szól majd rám. Amikor megyek hazafelé, akkor minden egyes kerítésnél botot fogok fogni, és végighúzom a kerítésen, hagy halljam a kerítésnek milyen hangja van, és hagy bosszantsam a kutyákat. Mindenki vár valamire. A gyerekek talán az, hogy nagyobbak legyenek, tinédzserek, a tinédzserek, hogy felnőttek legyenek, még több joguk legyen, még több mindenhez legyen jogosítványuk. És amikor felnőjünk, akkor nyilván várunk arra, hogy megtaláljuk a társunkat, a párunkat, férjünket, a feleségünket. Arra várunk és vágyakozunk, hogy majd egy boldog családot alapítsunk. Arra várunk, hogy jó munkánk legyen. Arra várunk, hogy jó fizetésünk legyen, arra várunk beosztottként, hogy főnökök legyünk, arra várunk, hogy tisztességes nyugdíjat kapjunk, arra várunk, hogy egészségesek legyünk, és mindig folyton várunk valamire. Valaki egy telefonhívásra vár, mert régen nem látogatta már meg senki, se a gyermeke, se az unokája. Valaki egy jó szóra vár, valaki egy bocsánatkérésre vár, valaki arra, hogy végre megbocsássanak neki, valaki arra, hogy végre észrevegyék, valaki arra, hogy elfogadja a közösség. Egész életünkben várunk valamire. És ebben az adventi várakozásban nagyon jó lenne, hogyha meg tudnánk egy nagyon fontos dolgot tanulni, hogy nem valamire kell várnunk. Mert hogyha mindig várunk valamire, mindig másra várunk, és az élet eliramlik mellettünk, és észreveszünk, hogy mindig újra meg újra várunk valamit. Valamire várunk, és az vagy jön, vagy nem jön, vagy jobbat várunk, vagy teljesül, vagy nem teljesül, és az életünk úgy telik le, hogy egy hatalmas várakozás, ami talán soha nem lesz megelégítve, mert mindig újabb és újabb dolgokat várunk. És a Zsoltáros ma arra figyelmezt, és arra tanít bennünket ebben az adventi csendességben, hogy ne valamire, hanem valakire várjunk. Keresztény emberek nem pusztán várakozunk, hanem az Úrra várunk, Jézusra várunk. Arra a Krisztusra, arra az Úrra, arra a Jézusra, aki Betlehemben megszületett, és nem csak Betlehemben akar ő megszületni, hanem az emberi szívekbe, az emberi lelkekbe szeretne megszületni. Azt szeretné, hogy az emberi életek javulhassanak, azt szeretné, hogy boldog közösségekben éljünk, azt akar, hogy boldog legyen a mi osztályközösségünk, a mi családi közösségünk, a mi településünk közössége, a mi országunk, vagy Európánk, vagy az egész világ közössége boldog és békés lehessen. Tanuljuk meg a Zsoltárostól, hogy
de valamire, hanem valakire várjunk. Arra a Krisztusra, aki érkezik, és akire várhatunk nyitott szívvel és őszintén. Turmezi Erzsébet egy vers részletét hagyosszam meg veletek, Krisztusra várunk, ez a címe. Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap, némák a titkok, nem válaszolnak. De a ma int, hogy híven szolgáljunk, mert tudjuk, ki jön, Krisztusra várunk. Amen. Eléneklünk még egy éneket, és hogyha van kedvetek, az első éneket megpróbálhatnánk együtt. A szövege annyi, hogy szívem csendben az Úrra figyel, szerintem ezt már be is magoltuk mindannyian, de előtte nézzünk egy másik éneket. Köszönjük szépen még egyszer Tuska Tibor lelkész úrnak és tanítványainak. Csak bátorságot kell belőlük ünteni, hogy bátran énekeljenek, mert ez egy nagyon szép dal, és nem először halljuk, úgyhogy minden évben nem is utoljára. Igen. Úgyhogy minden évben ezt szívesen halljuk, és hát, ha jövőre már jobban erősebben, de a 8. B-osztály már kapizsgálja, hogy mi is ennek a lényege, és hogy a bátorság az fontos mindig, mindenkor. Most Rideg Ildikó tanárnőre nézek, és neki volt egy nagyon jó ötlete, hogy gyűjtögessünk nagyon szép adventi gondolatokat. Itt mindig vannak üres falak, illetve paravánok a aulában, úgyhogy szeretnélek benneteket biztatni, hogy most is nagyon szép gondolatokat hallottunk, ami felemeli a lelkünket, és most adventkor, és bármikor, de most nagyon szüksége van a lelkünknek ilyesmire,
és legyetek szívesek ilyen kis papírkákkal kitenni azt a szép versészletet, vagy olyan gondolatokat is, amit te magad megfogalmaztál, hogy számodra mit jelent az advent. Nem muszáj névvel, de ha te névvel vállalod, azt is szeretettel fogadjuk, és akkor majd lesz egy ilyen adventi falunk. Én tegnap kereskéltem, bár máskor is hallottam már ezt a szép gondolatot, és szeretettel küldöm nektek, felolvasnám József Attilától ezt a szép gondolatot, és én majd ide kiteszem Ildikó nénivel együtt, aztán várom a többiekét is. Remélem nem csak ez az egy fog itt árválkodni. Fogadjátok szeretettel. Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat őrizzük meg. Hogy tiszta legyen majd az ünnepekre. Ennyit szeretnék most nektek átadni József Attilától. És még egy nagyon fontos információt szeretnék mondani számotokra. A Topavszki Zita néni által meghirdetett és összefogott egy cipős doboznyi jótett akciót ebben az évben is meghirdeti az iskola. Szeretettel és nagy örömmel fogadjuk azokat, akik szívesen adakoznának és segítenének olyan embereken, akik ezt a úgymond gazdag karácsonyt, bár tudjuk, hogy meg lehet élni másképpen is a karácsony, nem csak nagy ajándékokkal, de mégis az a kis doboz ajándék sok családnak nagyon sokat jelentene. Tehát várjuk azokat a szépen cipős dobozba becsomagolt dolgokat, nyilván nem romlandó dolgokat, hanem ruhanemű, játék, könyv és egyéb olyat, amit más nagyon szívesen látna karácsonyfája alatt, névvel, illetve korosztállyal, és ráírni, hogy lánynak vagy fiúnak szánod, illetve nagyon fontos, hogy hány évesnek szánod, azt ráírni, becsomagolva szépen ide eljuttatni. Ezek pedig kiosztásra kerülnek majd utolsó nap, amikor jövünk alsó és felső, tehát lehet alsós korosztály, és nyilván 7 évestől 14 éves korig. Ezt szerettem volna mondani, köszönöm szépen a figyelmeteket, és szép napot! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az első iskolai adventi gyertyadultáson. Az advent az eljövetel, a várakozás és a reménykedés ideje, a karácsonyra való előkészület időszaka. A karácsony előtti negyedik vasárnapon kezdődik, december 24-ig tart. Az osztályokban kirakott adventi naptára, koszorú, a napközés tanítónénik által készített aulai dekoráció is jelzi, hogy mi is megkezdtük a készülődést. Az adventi koszorúról néhány szót, általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet 4 gyertyával díszítünk. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal egyel többet. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat. Hit, remény, szeretet, öröm. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tuska Tibor evangélikus lelkészt és a felsős tanulókat. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és át is adom a szót. Szervuszon, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon jó ide érkezni, és egy olyan váratlan dolgot megtapasztalni, hogy valóban, hogy találni mondta ritka vendég, ez a nagy csend. Biztos tudjátok, hogy van időszak, van olyan helyzet, pillanat, amikor örülünk, amikor szaladgálunk, amikor nevetgélünk, amikor hangoskodunk, és vannak az életben, meg a napszaknak olyan pillanata, amikor csendben vagyunk, amikor befele figyelünk, nem zajongunk. Az advent ez pont egy ilyen időszak. Nagyon hosszú, ahhoz képest, hogy szeretnénk befele fordulni végig, és tudjuk, hogy minden percet meg kell becsülnünk, amikor ilyen szép csendben vagytok, de próbáljátok meg gyakorolni, hogy az adventi csendet éljétek, átéljétek meg. Ehhez készültünk, ehhez a csend megéléshez mi is egy énekkel először, amit most meg fogtok hallgatni. Aki tudja, nyugodtan énekeljen velünk, nagyon-nagyon egyszerű a szövege, szívem csendben az Úrra figyel,
hiszen nem csak csendben vagyunk, mert az is egy fontos dolog, hogy másikat, a másik embert hagyjuk egy picit gondolkodni, egy picit befele fordulni, de nem csak egy ilyen passzív csendet ismerünk, hanem egy aktív csendet, amikor az ember úgy van csendben, hogy történik is vele valami. Most én azt kívánom nektek, hogy ilyen aktív csendben vegyetek részt, akár néma csendben, vagy pedig akár velünk énekel, vagy velünk gondolva, fogadjatok szeretettel egy éneket, szíven csendben az Úrra figyel, és a konfirmandus gyerekek kérem, hogy segítsék az éneket, bátran énekeljenek velem. Szíven csendben az Úrra figyel, ki segít, szíven csendben az Úrra figyel, ki segít, szíven csendben az Úrra figyel, szíven csendben az Úrra figyel, ki segít, szíven csendben az Úrra figyel, ki segít, szíven csendben az Úrra figyel, szíven csendben az Úrra figyel, ki segít, szíven csendben az Úrra figyel, ki segít, szíven csendben az Úrra figyel. Egy rövid advent igét hoztam a számotokra. Szeretném, hogyha meghallgatnátok a Zsoltáros hogyan ír és hogyan val, hogyan imádkozik. A 40. Zsoltár második ige verse így hangzik a Szentírásból. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Advent várakozás, az advent készülődés. Valaki jön hozzánk, erre várunk. De hagyd mondjam már nektek, hogy az egész életünk egy nagy várakozás. Biztos tudjátok, biztos tapasztaljátok. Talán már sokan kérdeztétek otthon, hogy hányat kell még aludni ahhoz, hogy eljön a Mikulás, hogy kikészítsük a megtisztított cipőt, csizmát, az ablak, vagy az ajtó elé. Hányat kell aludni még, hogy karácsony legyen, hogy megjöjjön Jézuska. Valaki már mutogatja, hogy négyet, és ki tudja még hányat, ki mennyit számolt fejbe. Mindig számolunk, és mindig várunk valamire. Szerintem ti lehet, hogy már várjátok egy picit azt, hogy lehessen a hó, hogy lehessen hógolyozni, lehessen szánkózni, lehessen korcsolyázni. Lehet, hogy valaki várja már a téli szünetet, hogy picit többet tudjon otthon tölteni, több időt, meglátogatja a nagymamát, nagypapát, vagy egyszerűen csak kipihenje magát. Egész életünk egy nagy várakozás. Kicsi gyerekek sokszor azt gondolják, hogy milyen jó lesz majd, ha felnőtt leszek, majd, ha nagy leszek. Mert akkor egészen sok minden másképp lesz, mint most. Van egy nagyon számomra kedves könyv, Janikósz Kívának, ha én felnőtt leszek, talán ez a címe, ami arról szól, hogy egy kisgyerek azon gondolkodik, hogy milyen jó lesz majd, ha én nagy leszek. Várja majd a felnőtt kort. Nagyon sok vicces dolgot ír le ez a kisgyermek, arról beszél, hogy most nem mindent lehet megtenni, mert gyermek vagyok, de majd, ha felnövök. Akkor majd, ha ki vagyok melegedve, annyi hideg vizet fog kinni, amennyit csak akarok. Senki nem szól bele. Majd, ha felnőtt leszek, és megyek haza az esőbe, a legnagyobb pocsijába fogok beletoppantani, mert ha ahhoz lesz kedvem, ezt is megteltem. És ha majd hazamegyek, fogom a botot, és minden kerítést így végig fogok húzni, és zörögni fogok vele, mert most nem teltem, mert anya mindig rám szól. Majd, ha felnőtt leszek, olyan halkan fogok köszönni az utcán, amilyen halkan csak szeretnék. Senki nem szólítja a kezem, hogy hangosabban, hogy Juliska néni meghallja az út túloldalán, hogy milyen jól nevelt ez a kisgyerek. Nagyon sok vicces, érdekes dolgot ír le ez a néni, ha majd én felnőtt lennék. Mindig várunk valamire. A gyerekek arra, hogy felnőttek legyünk. A felnőttek azt várják, hogy megtaláljuk a feleségüket, férjünket. Arra várunk és vágyakozunk, hogy szép családunk legyen, szófogadó gyerekeink, jó tanulók az iskolában, jó magaviselettel, jó bizonyítvánnyal. Arra várunk felnőttek, hogy karriert építsünk, a beosztott, hogy főnök legyen, a főnök, hogy tisztességes karriert fusson be, hogy majd a megérdemelt nyugdíjat pihenéssel családja körében tudja eltölteni, megélni. Az idős emberek, nagymamák, nagypapák várják talán a postást, mikor hozzák a nyugdíjat, várják a jó eredményeket, a doktorbácsi a kórházban mikor mondja, hogy nincs semmi baj és jók az eredmények, mindig várunk valamire.
az a baj a mi emberi várakozásunk, hogy mindig várunk valamire, és mindig valami mást kapunk, és mindig kiderül, hogy még egész másra is szükségünk van, nem csak erre. Mert amire várunk, az mégsem elég. Még valami másra várunk, és az egész életünk úgy le tud telni, hogy mindig várakozásban vagyunk. És soha nem tud megelégíteni bennünket az, ami a várakozásunkat betölthetné. Éppen ezért nagyon fontos az az ige, amit ma hoztam nektek. Azt mondja a Zsoltáros, és jó, hogy ezt megtanuljuk vele, várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Nagyon jó, hogyha nem valamire várunk pusztán, hanem valakire várunk. És adventi ünnepen, adventi várakozásban, karácsonyhoz közeledve, amikor a gyertyák egyre több számban, nagyobb számban élnek az adventi koszorún, nem baj, hogyha megtanuljuk, hogy nem valamire várunk pusztán, hanem valakire. Arra Jézus, aki megszületett Betlehemben, és arra Jézus, aki nem csak Betlehemben szeretne megszületni, hanem szeretne még szívünkbe is megszületni és beköltözni. Az adventi várakozás, az adventi csend erről szól. Hogy valaki jön felénk, valaki készül hozzánk. És az a kérdés, hogy mi hogy várjuk őt. Csendben, halkan, ráfigyelve, vagy pedig el vagyunk foglalva a saját várakozásunkkal, mert valamit mindig várunk, és nem veszük észre azt a valakit, aki igazán számít, és aki igazán találkozni szeretne velünk. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy legyen egy igazi, szép, adventi várakozásotok, legyen tartalmas, áldott várakozásotok, és legyen tartalmas, áldott a ti szentestétek, karácsonyotok is, és ehhez még egy szép verset választottam nektek, Turmezi Erzsébet, Krisztusra várunk című versében ezt írja. Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap. Némák a titkok, nem válaszolnak. De a maint, hogy híven szolgáljunk, mert tudjuk, ki jön, Krisztusra várunk. Amen. Ezt szerettem volna nektek elmondani. És még fogadjatok el tőlünk egy éneket. A hatodikosokkal, konfirmandusokkal énekünk. A címe az éneknek az, hogy valaki így kiállt. Aki ismeri, nyugodtan énekelje velünk, aki nem csak hallgassa, szeretettel. Az elsőnek én arra gondoltam, mint a felső tagozatban, hogy megtanulhatnám, ha van még erre egy fél percünk. Annyi a szöveg, hogy szívem csendben az Úrra figyel, hogyha ezt most így együtt elmondjuk, így ének nélkül. Szívem csendben az Úrra figyel. Akkor tulajdonképpen ezt az éneket már be is magoltuk. Megtanultunk egy éneket. Ezt fogjuk újra meg újra énekelni. Tartsatok velünk. Ennyi a szöveg. Szívem csendben az Úrra figyel. Néha még azt hozzátesz, hogy kisegít. De ha ez nem megy, akkor majd a nagyok életik. Ez egy szép kánon egyébként, de még nem kezdünk bele a kánon tanulásába, majd lehet, hogy jövőre. Szívem csendben az Úr, a figyel, mi segít. Szívem csendben.
Köszönjük szépen, erős Várom Istenünk, jó munkát kívánok! Várjuk ide, és ugye tanultunk egy dalt, a Mikulás várásról, a legyél a Mikulásnak hívő dalt, énekeljük.